Elfogtak és őrizetbe vettek a hatóságok két szabolcsi férfit az Európán keresztül vándorló jeladó svájci farkas lelövése miatt. Mivel egyikőjük hivatásos vadász, a hivatalosan tartott lőfegyver miatt őt a TEK közreműködésével vették őrizetbe. Április elején hallgatott el a védett állat nyomkövetője. Ismeretlen tettes ellen indult eljárás természetkárosítás büntet elkövetése miatt. A nyomozók megállapították, hogy a védett farkast Hidast Németénél lőhették le egy vadászótársaság tagjai. A jeladót a tetemről levágták és a Hernád folyóba dobták, ahol a nyomozók megtalálták. A társaság tagjai tisztában lehettek azzal, hogy egy védett ragadozóról van szó. Azt egyelőre nem tudni, hogy hol lehet az állat teteme. Kezdeményezték a két férfi letartóztatását. A Hidas Németi külterületén elpusztított farkas ügyében elfogott két férfit kollégái más bűncselekmények mellett természetkárosítással, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel gyanúsították meg, majd pedig ezt követően mindkettőjüket bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat.